mint arról bizonyára önök közül sokan az újságokból is értesülhettek. Az elmúlt héten Baranyában járt Grósz Károly, az MSZNP politikai bizottságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára. Megtisztelte látogatásával az Apácai Nevelési Központot is, és külön örömünkre meglátogatta a közösségi televízió stúdióját is. Úgy éreztük, nem hagyhatjuk ki a lehetőséget, bekapcsoltuk a lámpákat és a kamerát. Kertvárosi Közösségi Televízió munkatársai nevében tisztelettel köszöntöm Grósz elvtársat a stúdiónkban. Kérem, mondja el néhány mondatban, mik a benyomásai a nevelési központról. Mindenek előtt köszönöm szépen a meghívást és a látogatás lehetőségét. Nagyon készültem. Kedves barátaim lehetővé tették, hogy eljöjjek Pécsre, és 6 éve nem jártam itt, hisz Borsod megye messze esik Baranyától. Nagyon sok élményt szereztem ma, de az egyik legkedvesebb és legszebb élményem ez a mai, mostani itteni látogatás. A nevelési központ gondolata az nem volt ismeretlen számomra, nem csak azért, mert felkészítettek erre a baráti elvtársi látogatásra, hanem mert tudom, hogy elég régen folynak szakmai viták a körül, hogy hogyan lehet ezt a szép gondolatot egységé formálni és megvalósítani. Nekem nagy élmény, hogy gyakorlatban láthatom ezt most itt, amíg jól működik, és amint hallottam az elvtársaktól, hogy gazdaságosan, célirányosan, és ami a legfontosabb, hogy a birtokba vették már a gyermekek, és befogadta a felnőtt közönség is, akik itt laknak ezekben a nagyon szép házakban. Úgyhogy azt hiszem, hogy példaszerű az együttműködés, a szaktudományok képviselői, példaszerű a vezetés és a gyermekek és a lakosság közötti együttműködés, úgyhogy számomra, mint budapesti pártmunkás számára olyan gondolatokat ébreszt, hogy ezen a nyomvonalon kell nekünk is a fővárosban tovább menni. Igazsághoz hozzátartozik, hogy Budapesten is van már erre törekvés. Én magam is a közelmúltban személyesen tanulmányozhattam a útkeresést Pesten, de meggyőződésem, hogy ez a modell, ami most itt, amint hallottam, elsősorban tudatosságból, pedagógiai tudatosságból, másrészt bizonyos fokig a gazdasági taktikázás elemeként vált valóvá, ez egy olyan út, olyan gyakorlat, ami követendő.